Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Szeretettel köszöntök mindenkit mai nyári szentmisénken. Szándék szerint elhunyszik Hart János szülők és testvérek lelküdvéért imádkozunk most. Bevezető képünk, ami kivetítve volt, színe a vizenjárásnak a csodatétele, illetve amikor Péter fuldokol és Jézus megmenti őt. Romano Guardini, teológus, katolikus pap, lelkiíró, így fogalmaz mai evangéliummal kapcsolatban. Az Úr mindig közel van hozzánk, mert lényünk gyökere ő. Mégis meg kell tapasztalnunk az Istennel való kapcsolatunkban a távolság meg a közelség pontjait. Az ő közelsége erőt ad, és az ő idézőjelbe tett távolsága mindig próbára tesz. Amikor most lelkiismeret vizsgálattal kezdjük a Szent Liturgiát, talán érdemes azt is tisztázni, hogy nem az Isten az, aki a 3 méteres távolságot betartatja velünk. Mi vagyunk azok, akik szeretünk elbóklászni, akár Zsákutca fel irányába is eljutni, Istentől eltávolodni. Magyarán nem az Isten távolodik tőlünk, hanem mi tudunk elcsatangolni ő előle, jó messzire jutva is. Mindenek előtt éppen ezen bűneinket hozzuk most Jézus elé, amikor a múlt hét során messzire jutottunk szerető Istenünktől. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
nekünk. Mindenható örök Isten, bizalommal atyának szólítunk téged. Tökéletes és szívünkben a fogadott fiúság lelkületét, hogy a megígért örökséget elnyerjük. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a királyok első könyvéből. Illés próféta elérkezett Isten hegyéhez, a Hóremhez. Bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Az Úr azt mondta neki, menj és a hegyen járulj az Úr színe elé. És íme az Úr elvonult arra. Hegyeket tépő, sziklákat sodró, hatalmas szélvész haladt az Úr előtt, de az Úr nem volt a szélviharban. A szélvésznek földrengés lépett a nyomában, de az Úr nem volt a földrengésben. A földrengés után tűz következett, de az Úr nem volt a tűzben. A tüzet enyhe szellőt is érte. Amikor Illés ezt észrevette, befötte arcát, köntösével kiment, és a barlang elé állt. Ez az Isten igéje. Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, igazat mondok Krisztusban, nem hazudom. Lelkiismeretem tanúskodik a Szentlélekben, hogy nagy az én szomorúságom, és állandó a szívem fájdalma. Inkább azt kívánnám, hogy magam legyek átok alatt, távol Krisztustól, testvéreimért, a test szerint népemből valókért, Izrael fiaiért. Hiszen övék az Isten fiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek. Övéik az atyák, és test szerint közülük származik Krisztus, aki mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten. Amen. Ez az Isten igéje. Thank you.
Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor a kenyérszaporítás után a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, és ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben fölkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket. Bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter odaszólt neki. Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. Ő azt mondta, jöjj. Péter készszállt a csónakból, elindult a vízen, s ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Fölkiáltott, ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, s így szólt hozzá. Te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak, te valóban az Isten fia vagy. Ezek az evangélium igéi. Örülök, hogy együtt vagyunk újra. Volt egy pap kollégám, aki, amikor erről az evangéliumról beszélt, Jézus vízen járásának csodájáról, akkor nem a megszokott módon általános köszöntéssel élt, hogy kedves testvérek, hanem kicsit rendbontó módon, meg szokatlan módon így szólalt meg, hogy kedves kicsiny hitűek. Nyilván ő sem degradálni akarta a közösségét, magam sem ezt teszem. Könnyen rávághatjuk erre, hogy hát mi hívő emberek vagyunk, hiszünk abban, hogy van Isten, hogy egy Isten van, hogy Isten egyszülött fia eljött közénk emberként, aki meghalt, föltámadt, stb. Hívő emberek vagyunk, egytől egyig. Mégis azért egy picit nézzünk ebbe is bele. Az evangélium végén Jézus, hogy te kicsiny hitű, ezt Péter apostolnak mondja. Annak az apostolnak a többiek között, aki először vallja meg igazából azt, hogy ki is Jézus Krisztus. Ő teszi a többiek nevében az első helyén levő hitvallást az Úrban.
Hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Mégis úgy tűnik, hogy Jézus nem elégszik meg azzal, hogy Péter már az Isten fiának nevezte őt. Hogy valamit megsejtett Jézus valódi lényéből. Jézus ma tovább megy, valami mást is szeretne tudatosítani ebben a Péterben, s rajta keresztül bennünk is. Valami ilyesmit, hogy bízzál bennem. Hagyatkozz rám. Légy meggyőződve, hogy mindig ott vagyok, amikor szükséged van rám. Hogy soha nem foglak magadra hagyni. És ne félj, ne zavarodj meg a dolgoktól, amiket nem értesz, ami néha talán félelmet kelt benned. Én mindent jóra fogok fordítani. Ha ezeket a gondolatokat is úgy áttekintjük magunkban, na ilyenkor jön az, hogy a mi életünk, meg a mi hitünk is könnyen hullámzik. Hogy újra meg újra bennünket is átjár a hit bizonyossága, meg a bizalom hiánya is. Egyszer így, egyszer úgy. Hogy előjön az, hogy kicsi hitűség állapotában vagyunk mi magunk is. Hiszünk is Jézusnak, meg nem is. Van, amikor igen, van, amikor meg eszünkbe se jut. Hadd hangsúlyozzam azt, és az elmúlt vasárnapok során több hasonlaton keresztül közeledtünk Isten országának titkához. Jézus így tanított bennünket többszörösen, sok-sok képpel illusztrálva, hogy mennyek országa olyan, és akkor mondta a hasonlatokat. És ezekből kijön ez a kinyilatkoztatás, evidencia, hogy az Isten ország az nem fölöttünk van valahol, mit tudom, milyen messzeségben, hanem ez az Isten országa bennünk lévő valóság. És ez nem más, mint az élő Istennel való személyes kapcsolatunk. A hit is ez. Szóval nem törvényeket sorolva hiszünk, hogy ezeket tudom, be is tartom, vagy igyekszem betartani, hívő vagyok. Nem ettől vagyok, Krisztusban hívő. Hanem attól, hogy az Isten személyében megtaláltam azt a valakit, akivel együtt élem az életemet. Kapcsolatban vagyunk. Ez a kapcsolat, és az Isten országán akkor is fönnállhat, erről is beszélt Jézus, ha körülötte, sőt közvetlen mellette, vagy éppen vele együtt, nő a gonoszság is. Erről beszélt az elvesztett búza és a konkorról szóló hasonlat számunkra. Sokszor ez a kettő alig különböztethető meg egymástól. Össze lehet téveszteni könnyedén.
Valóságban is ilyen ez a két növény. Meg átvitt értelemben is. De attól, hogy a gonoszság, attól, hogy a konkoly ott van a búza között, Isten országa ettől még növekszik. Nem áll meg. És a mai evangélium sajátossága az az, hogy ma nem hasonlatokban beszél Jézus, hanem egy csodás esemény elbeszélésén keresztül tanít bennünket arra, hogy milyen is ez az Isten országa még, ezen felül is. Mi van az Isten országával, vagyis az Istennel való kapcsolatommal, ha úgy látszik, hogy az Isten elhagyott, amikor nem látjuk Jézus arcát, amikor mondjuk olyan kudarcok érnek, meg egyedül érzem magamat, mint az első olvasmányban szereplő Illés, vagy az evangéliumban lévő tanítványok a viharban lévő tengeren, pici csónakjukban. Ahogy Péter merül néhány lépése után a vízbe, és fuldoklik már. És azt mondja ez a mai csoda történet, hogy ez az Isten országa, az Istennel való kapcsolatom akkor is növekszik, ha én azt úgy tapasztalom, vagy úgy látom, hogy nagyon messze vagyok az Istentől. Amikor már fuldoklom, amikor már alig vagyok. Hadd hívjam föl arra is a figyelmet, latinban a csoda az miraculum. És nyilván ezt szoktuk egyszerűbben is lefordítani, ezt a latin kifejezést, és valami ilyesmi értelmet adva magyarul. Szóval ez a csoda, ez a mirákulum olyas valami, amire nincs magyarázat. Azért hadd mondjam, hogy ezt egyszerű feleletnek tartom. Nem bonyolítani akarom a dolgot, de ez a latin kifejezés, hogy mirákulum. Azon felül, hogy olyan valami, ami természet fizikai erőjén túli, megmagyarázhatatlan. Azt is jelenti, hogy ami egyúttal imádásra is késztet bennünket, embereket. És ez a csodának a teljesebb definíciója. Talán már volt ilyen Isten élményünk, hogy volt valami félelem is bennünk, valamiképp, meg egy nagy-nagy vonzódás is, hogy hú, itt nem akármi van most, meg nem akármi történik velem, nem én vagyok az életemnek most az ura, hanem hogy Isten valamit tesz bennem, vagy éppen általam. Szóval a csodákban ott van ez a kettősség. Valami nagy dolog történik, ami egy valahol félelmet, egy kicsit megborzongtat, de gyönyörű szép dolog, ami vonz, amit utána akarok. Nem akarom elengedni aztán. Valami ilyesmi. Visszatérve az evangéliumhoz, úgy kezdődik, hogy a kenyér és a halak szaporítása után, amiből jól lakott minden jelenlévő,
Jézus megparancsolja tanítványainak, keljenek át a galileai tengeren, a túlsó partra, ő előtte. Ő pedig még ott marad, és visszahúzódva egyedül imádkozik. Látszólag ketté válik itt a történet. Tanítványok az éjszakában elkezdenek evezni oda-átra, bele kell kapaszkodni a lapátokba, mert ellenszél fúj, vihar van, csak zárójelben mondom, kereszténység mindig ellenszélben él és létezik, soha nem volt szélcsend. Ugyanakkor eveznek és alig haladnak. Jézus pedig egyedül imádkozik. És nagyon úgy tűnik, hogy látjuk külön a tanítványok nélküli Jézust, és látjuk a tanítványokat Jézus nélkül, küszködve, hogy átjussanak a vízen. És azt gondolhatjuk itt, hogy hát ez a történet ilyen párhuzamos módon zajlik, Jézus itt, tanítványok ott. És egy jó nagy távolság van közöttük. Valahol olvastam, és nagyon megérintett egy lelkiíró, amikor ezt a mozzanatot úgy magyarázza, hogy akkor és ott ez a Jézus az éjszakában, a küszködő, evező, de alig haladó tanítványaiért imádkozik. És azt gondolom, hogy ennek a csodatételnek, ami majd jön, ez is egy nagy mondani valója. Sokszor ezt éljük meg, hogy itt a Földön küszködünk evezéssel, betegségekkel, keresztekkel, szembeszéllel, és Jézus valahol van, ki tudja hol, messze vagyunk. Nem párhuzamosan folyik itt az Isten és az ember élete. Jézus éppen az apostolaiért imádkozik az Atyához. És értünk is mindig közben jár. Isten nem közömbös, amikor azt látja, hogy az ember küszköd, vesződi, kudarcokat vall, beteg. Nem látjuk, hogy ezt teszi az Isten, hogy imádkozik értünk. De mégis jó ezt tudatosítanunk, hogy Isten értünk élő Isten. Arra is indíthat mindez bennünket, hogy amikor hallunk valamit, ne csak beszéljünk, ami megtörtént a világban, nem tudom, itt helyben, Tolnán, vagy épp a családunkban. Szóval lehet beszélni a pandémiáról most is, úgy is, hogy nem is volt, ezt kitalálták valakik, lehet úgy is, hogy már a második hullám következik, lehet úgy is, hogy még az első sem múlott el, meg jókat lehet veszegetni is ezen, kinek van igaza. Számomra itt a kérdés az az például, hogy imádkozunk-e továbbra is a betegekért, az egészségügyben dolgozókért,
Vagy elfelejtettük, talán még márciusban, áprilisban megtettük, mert akkor még ott volt szemünk előtt. Tudunk-e mi is imádkozni Jézus mintájára, másokért? Vagy ami most Beirutban történt, hatalmas robbanás, béke időben. Oda a városnak egy jó része, gabonájuknak 80%-a, vagy nem is tudom, az országé. Beszélünk csak erről, hírek alapján, vagy imádkozunk is, amikor tényleg ekkora nagy baj van a világban, vagy épp a családban is. Aztán Jézus közeledik. Éppen a negyedik őrváltás idején. Ekkor legsötétebb az éjszaka. Nem sok idő van, hogy birkadjon, hogy majd világos legyen, de a sötétség ekkor a legfeketébb. És Jézus megjelenik a vízen járva. És ezek az apostolok, akik már a vihartól is féltek, most még jobban fokozódik mindez, hiszen kísértetnek, vélik. És Jézus szavai azok, amik próbálják helyre tenni őket, megnyugtatva. Én vagyok bátorság, ne féljetek. Ezek a tanítványok nem tudják fölfogni, hogy ki is ő először. Mert Jézus nem mondta el előre nekik mindezt, hogy mit fog csinálni. Eddig sejtették már, hogy kicsoda, hiszen látták előző nap a betegek gyógyításait, a kenyérszaporítás csodáját, tanítását hallották. Valamit sejtenek Jézusról, de itt megint csak előjön, hogy az Isten fia vagyok. Ember is, de Isten is. És itt van az, amikor Péter azt mondja, hogy ha te vagy Jézus, akkor parancsold meg, hogy én is mehessek a vizen hasonlóképpen hozzád. És Jézusnak ez nem gond. Annak a Jézusnak, aki kenyeret meg halat is tudott szaporítani, ez sem gond. Az sem gond, hogy Péter feléje menjen a vízen. Aztán, amikor leveszi Jézusról a tekintetét, süllyedni kezd, fuldokból. És akkor itt van az, amikor Jézus megmenti őt. Karjával kihúzta a vízből. Jézusnak ez sem gond, hogy megmentse Péter. Hiszen éppen ezért jött, hogy az emberek megmentője legyen. 16. Benedek pápát hadd idézem még az ő szavait befejezésül. Azt mondja, az Úr azóta is kinyújtja a kezét felénk. Ezt teszi a vasárnapi ünnepi liturgiában, ezt teszi, amikor valaki hozzá imádkozik, ezt teszi, amikor valaki találkozik Isten igéjével. Ezt teszi a mindennapi élet sok-sok helyzetében. Kinyújtja felénk a karját. És csak akkor, ha megfogjuk az Úr kezét, ha hagyjuk, hogy ő irányítson, akkor leljük meg az igaz és jó utat. És azt mondja még Benedek pápa, ezért imádkozzunk hozzá az Istenhez,
hogy újra meg újra megtaláljuk az ő kezét. Az ő nevében fogjuk meg mások kezét, különösen a szükségben levők kezét, s vezessük őket a történelem tengerén. Van, amikor elég az én karom is, hogy valaki belekapaszkodjon. Van, amikor én is eszköze lehetek az Istennek, hogy valakit megmentsen. Hordozzuk és tartsuk egymást tehát, hogy a kicsiny hitűségből megerősödő hitű emberekké lehessünk. Ez a nyári vasárnap segítsen bennünket ehhez. Hiszek egy Istenben. Imádkozzunk, hogy a magunk életében és a történelem eseményeiben fölismerjük a gondviselő Isten nagy szándékait. Hogy egyházad mindig meglássa az idők jeleit és az emberiség lelki szükségleteit. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy a világ népei megértsék, csak egymást támogatva érhetik el saját boldogságukat. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy mindennapi feladatainkban felismerjük szent akaratodat. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy a sikertelenségek ne ingassák meg gondviselésedbe vetett hitünket. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy a szenvedésben és a megpróbáltatásban felismerjük a te látogatásodat. Kérünk téged, hallgass meg! Urunk, adj nekünk szent papokat, akiket látva egyre többen érthetik meg, hogy téged szolgálni öröm és derű, kedvesség és alázat, szeretet és élet. Add, hogy gyulladjon fel a fiatalok szívében az aláng, amely elvezetheti őket a papi szolgálatba. Kérünk téged, hallgass meg minket! Istenünk, híveidnek örök pásztora, ki egyházadat sokszoros gondviseléseddel kormányozod és szeretettel igazgatod. Irgalmadban küldj olyan főpásztort egyházmegyénkbe, aki életszentsége miatt kedves lesz előtted, nekünk pedig éber gondoskodásával javunkra válik. Kérünk téged, hallgass meg! Mindenható örök Isten, hisszük, hogy a téged szerető lelkeknek minden a javukra válik. Add, hogy mind a jó, mind a bal sorsban hűségesek maradjunk hozzád, Krisztus, ami Urunk által. Thank you.
hozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, fogad megengesztelődve egyházad áldozati adományait. Jóságodból te adtad azokat, hogy neked felajánljuk, és te változtatod át hatalmaddal üdvözítő áldozatunkán, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, élő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá is alkotod szeretett fiad Jézus által. Így méltán hódol előtted minden műved. Csak téged illet a megváltott világ hála éneke, ezért összes szentjeid újongó szívvel áldanak. Most mi is téged ünneplünk, minden angyallal együtt, örvendezve hirdetjük, és mindenkor énekeljük. Kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházas sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, köztük azon elhunyt családtagokról, akikért a mai szentmisét fölajánljuk, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolokkal, Szent II. János Pál pápával, s minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Sokszor hullámzik az életünk, így is, úgy is. És nagyon fontos, hogy rugalmasak legyünk a lelki életünkben, az imádságainkban. Hogy amikor hallunk valamit, valakinek az élete süllyed mellettünk, közelünkben, akkor rögtön kezdjünk el imádkozni és érte, hordozzuk őt. Tegnap unokatesó találkozón voltam valahol, és éppen tegnap jött egy hír is, hogy egy közeli családtagom kórházba került, nem is akármivel. Zajlik az élet, hullámzik sok tekintetben. Szoktam mondani, mindig van kiért imádkozni. Talán kiki a maga életében is. Tudatosítsa azt, hogy most kiért imádkozik, amikor az Úr imáját együtt mondjuk el, itt a Szentmisében. Mi Atyánk! Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
Úrunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékos szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsük egymást a béke jelével.
mennyei atyánk, minden élet forrása, küld el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentség felismerjen, és egyre jobban szeressük, ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk, adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, a tőled kapott szentségi eledelvétele üdvözítsen minket, és erősítsen meg, hogy mindig igazságot fényében járjunk. Krisztus, a mi Urunk által. Sok minden történhet velünk is, másokkal is. Isten nem nézi ezt közömbösen. Tanítványoként pedig nekem is kell, hogy imában hordozzam ezen ember társaimat. Tanuljuk meg hordozni egymást. Ez a nyári vasárnap így módon legyen hitünk megerősödésére, hogy a kicsi hitűségből tudjunk elmozdulni. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szentmise véget ért, menjetek békével.